Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szép estét, illetve szép estéket kívánok önöknek Fonyódváros önkormányzata nevében. Az immár azt mondhatom, hogy hagyományossá vált fonyódi zenei napokon. Azért beszéltünk hagyományról, hiszen Veres Ábel tavaly megálmodott egy fonyódi komoly zenei napokat, amit aztán tavaly meg is valósított. Megszólította, meghívta a fiatal zenésztársait, hogy Fonyódhoz egy újabb értéket adjanak, egy pici komoly zenei értéket. És a Ábel meghívása szerencsére sikerrel járt, és ezért már tavaly is, és idén is meg tudjuk tartani a fonyódi zenei napokat. Mindannyian tudjuk, hogy nehéz időszakon, nehéz 15 hónapon vagyunk túl, de szerencsére talán az új intézkedéseknek, a vakcinának és legfőképp a Jóistennek most jelenleg egy kicsit fellélegezhetünk. Bízunk benne, hogy ez a fellélegzés ez most már örökös lesz. Viszont ha már fellélegezhetünk, akkor mi azt gondoljuk itt Fonyódon, fonyódi szervezők, programszervezők, városvezetők, hogy újra akkor kapjuk vissza a régi életünket, hogyha közösségi élményekkel gazdagítjuk a fonyódiakat és az ide látogatókat. Közösségi programokat szervezünk, hiszen minden jó városnak és minden jó társadalomnak az alapja, úgy gondoljuk, a közösség erejében rejlik. Köszönöm azt is, hogy egy pár percet most itt vártak ránk türelemmel. Ez azért volt, mert egy mikrofont próbáltunk szerezni, nem miattam, hanem azért, mert Veres Ábel is majd fog beszélni a számokról, a zeneművekről, és őneki próbáltunk egy mikrofont szerezni, de Ábel van annyira karizmatikus és hangos, hogy majd be fogja ezt a gyönyörű színház termet tölteni a hangjával. Egyébként sem gondolom, hogy nagy szükség lenne mikrofonra, hiszen a gyönyörű hangszerek fognak majd zenei élményt nyújtani nekünk, zenei élményt nyújtani önöknek, és ahhoz, hogy zenei élményt nyújthassanak Ábelék, ahhoz legfőképpen ők kellenek, a zenészek. Úgyhogy én Fonyódváros nevében köszönöm is Ábelnek, és köszönöm zenésztársainak, hogy eljöttek hozzánk. Természetesen kellenek hozzá támogatók, akiknek szintén köszönöm. Fonyódváros önkormányzata is egy részbeli támogató. És természetesen kellenek önök, akik eljönnek ide a komoly zenei koncertre, és eljönnek az egyéb rendezvényeinkre is, hogy megtöltsük ezt a szép színháztermet. Azt kérem, hogy jöjjenek el holnap is, jöjjenek el holnap után is, jöjjünk el minden nap, amikor akár zenei, akár bármilyen program valósul meg Fonyódon. Azt kívánom, hogy érezzék nagyon jó magukat, és hallgassuk együttesen a csodálatos zenei műveket. Úgyhogy én most felszólítom Bencét, Zsombort és Ábelt, hogy fáradjanak a színpadra, és szólaltassák meg a gyönyörű hangszereket. Köszönöm szépen! Kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Sajnos egy technikai probléma miatt nincs mikrofonom ma, de holnap már lesz természetesen. Én is először is köszönetet szeretnék mondani Fonyódváros önkormányzatának, képviselőtestületének, hiszen nélkülük ez a három koncert nem valósulhatott volna meg, mint ahogy egyébként tavaly sem. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ez már a második, tehát hogy lehetett második fonyódi zenei napok is, és reméljük még lehet számtalan. Annak különösen örülünk, nem csak én, hanem szerintem mindenki, hogy most már lehetnek igazán koncertek, és reméljük, hogy ez most már így is fog maradni, hiszen szerintem ez nekünk volt a legmegterhelőbb az elmúlt másfél évben, hogy hát alig játszhattunk színpadon. Úgyhogy most egy nagy fellélegzés és nagy öröm, hogy megint koncerteket adhatunk. A fellépőket majd szépen bemutatom, ahogy jönnek sorba. Ezt a koncertet ma Kemény Zsombor fogja megnyitni. Ugye nem hiszem, hogy nagyon őt be kell mutatnom a fonyódi közönségnek. Nagyon tehetséges ifjú zongoraművész, aki most Pécsen tanul a konzervatóriumban, most volt másodéves. És legelőször Haydn C-dur fantáziáját fogja eljátszani. Erről a darabról annyit szeretnék mondani meg önmagában Haydnról, hogy hát tudjuk, hogy Haydn a klasszikának az egyik, a bécsi klasszikának az egyik legnagyobb mestere volt. Rendkívül termékeny zeneszerző volt, nagyon hosszú életet élt és nagyon-nagyon megbecsült zeneszerző volt, főleg élete végén. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert nagyon ritka volt, aki ennyire megbecsültett volna még a saját életében, mint Haydn. Egyébként ezt a C-dur fantáziát 1789-ben írta, pontosabban egy levelet küldött a kiadónak, hogy annyira jó kedve volt, hogy írt egy fantasztikusan bravúros zongora szóló darabot. Ugye azért érdemes ezt kihangsúlyozni, mert
ezek a művek, mint például Fantázia, nem voltak gyakorik a bécsi klasszikában, tehát általában szonátákat írtak, többtételes műveket. És Haydn azt írta a kiadójának, hogy egy viszonylag hosszú darabot írt, de egyáltalán nem nehezett és nagyon szórakoztató. És amikor végül ott a megjelentés, Haydn is ezt többször játszotta, akkor utána visszamondta ezt, és azt mondta, hogy hát azért nem lett olyan könnyű, elég virtuóz lett, úgyhogy tévedtem. Tehát végül egy nagyon virtuóz darabot írt, ezt most meg is fogják mindjárt látni és hallani. Tehát fogadják szeretettel Kemény Zsombort és Haydn C-dur fantáziáját. Thank you.
szintjén azért szerintem is virtuózan sikerült. És még elfelejtettem azt megemlíteni, csak érdekességképpen, hogy többször volt ebben a variációban, amikor nem tudom, emlékeznek, hogy egy ilyen C hang megszólalt, és utána nem volt semmi. Igazából Haydn azt írta oda, hogy ezt addig kell tartani, amíg teljesen elhal a hangzás. Érdekességképpen mondom, ugye akkor csembalók voltak, illetve fortepiano, tehát a zongorának az elődjei, és azokon nagyjából ilyen 5 másodperc alatt elhalt a hang. Tehát, hogyha ezt úgy szeretnénk játszani, ahogy Haydn valójában a ottában írta, az szinte lehetetlen a mai zongorán, hiszen akkor valószínűleg ott egy 1 perces szünet lenne, amíg a hang már teljesen elhal. Ez csak érdekességképpen mondom. Most egy nagy váltással Bartók következik, Bartók Béla, akinek a Román népitáncok című műve fog elhangzani, amit már többször hallhattak itt, viszont trombita zongora verzióban szerintem még nem nagyon hallották, megmondom őszintén, én sem hallottam még mástól, ez egy nagyon ritka felállás a Román népitáncokra, egy különleges átirat. Ezt Papucsek Bence barátommal fogom játszani, akivel hát szinte a 4 éves Bartók mozis tanulmányinkat egy osztályban, egy helyen végeztük, tehát nagyon sokat játszottunk együtt, és nagyon érezzük a másik játékát, tehát különösen öröm, hogy most megint így a vírus után játszhatunk együtt. Bartókról szeretnék egy picit beszélni, illetve a román népi táncokról. Ugye azt tudjuk, hogy Bartók nem csak zongoraművészként volt nagyon híres, vagy nem csak zongoraművészként emlékezünk rá, hanem zeneszerzőként, zongora professzorként, népdalgyűjtőként, zenetudósként, rengeteg könyvet is írt, rengeteget utazott, több mint 8000 népdalgyűjtöttek össze Kodály Zoltánnal közösen a történelmi Magyarország területén, de egyébként Bartók még a világ más tájain is rengeteg népzenét gyűjtött. Ezt a Román népi táncok című művét az egyik legelső, 1912-es erdélyi gyűjtő útján jegyezte le, vagy ott hallotta ezeket a dallamokat Belényesen, a Belényesi tó mellett, és eszméletlenül csodálta az egyébként nem magyar embereknek a népzenét, hiszen ez román népzene tulajdonképpen, de azért tartalmaz magyar elemeket is, hiszen nehéz ezt teljesen külön választani. És amint hazaért a gyűjtő útról, megírta eredetileg szólózongorára 5 tételben a román táncok, akkor az volt a címe, és utána az 5. tételt 2 részre bontotta, és így lett 6 román népi tánc. Aztán persze később ebből csináltak átiratokat, a hegedű zongora átirat, ami itt tavaly például elhangzott, de tulajdonképpen azért nem ragaszkodom ahhoz mindig, hogy a zongora verziót, a Bartók verzióját mondjam eredetinek, hiszen ez tulajdonképpen Bartók hegedűn hallotta, azt jegyezte le egyébként, ezek a felvételek megvannak, ezek meghallgathatóak, amiket Bartók magnetofonra fölvett. Tehát azt gondolom, hogy így is vissza tudjuk adni. Bár trombitával egy teljesen más hangszintet, teljesen más hatást, de azt gondolom, hogy így is megpróbáljuk visszaadni azt a hangulatot, amit Bartók átérhetett. Tehát fogadják szeretettel román népi táncokat Bartók Bélától, Papucsek Bence fog trombitálni, illetve én fogok zongorázni. Bence most a Debreceni Zeneművészeti Egyetemen jövőre fog diplomázni, tehát nagyon jó trombitál, és nagyon szeretünk együtt játszani. Fogadják szeretettel Papucsek Bencét. Thank you.
Thank you.
szépen. Most Bartókhoz hasonlóan a másik, talán legnagyobb magyar zeneszerzőnk, Liszt Ferenc műve következik. Azért mondom, hogy talán legnagyobb magyar zeneszerzőnk, ugyanis Lisztet egy kicsit a fogalmazhatók így mindig el akarják tőlünk venni, ugye egy kicsit a németek is, kicsit jogosan is, de magukénak tudják, és ugye a franciák is, hiszen Liszt rengeteget ért Párizsban, és tökéletesen beszélt francia, illetve németül is, és hát sajnos magyarul nem beszélt, nagyon-nagyon keveset, de hál' Istennek Liszt ezt egyértelművé tette a mi és a mindenki számára is, hogy akárhányszor őt megkérdezték, mindig azt mondta, hogy nagyon sajnálja és nagyon szégyeli, hogy nem tud magyarul, de ő mindig is magyar is marad. Tehát, hogy büszkék lehetünk Liszt Ferencre. Most egy magyar rapszódia következik, a 11. Ugye a magyar rapszódiákat Liszt fiatal korában írta, és hát két részletben írta a magyar rapszódiákat, az első 10 nagyon fiatalon, úgymond ezekben a virtuóz években, amikor ő abszolút koncertezéssel foglalkozott, és zeneszerzéssel még nem annyira, mint aztán később, vagy nem olyan bonyolultam. Érdemes megemlíteni, hogy Liszt Ferenc volt az Paganini mellett az első komoly zenei sztár. Amit úgy kell elképzelni, hogy tényleg olyan sztár volt, ami manapság egy popzenekar, vagy mint régebben volt a Beatles vagy a Rolling Stones. Tehát, hogy ő a saját korában ekkora sztárságnak örvendett, mindenki rajongott érte, mindenkit le tudott nyűgözni a zongorajátékával, miben az volt a csodálatos, hogy egyaránt megérintette a teljesen egyszerű embereket is, és a teljesen szakmai zenész kortársait is. Például nagyon érdekes, hogy a nagy rivális, a ellenfele, ugye a másik romantikus zongoravirtuóz Frédéric Chopin volt, és hát Chopin azt mondta, hogy amikor Liszt zongorázik, akár Chopin, akár Liszt darabjait, ő utána már nem mer odaülni a zongorához. Tehát Liszt koncertezett Európa szerte nagyon sok ideig, egészen 40 éves koráig egy virtuóz koncertező művész életét élte, és utána kezdett el, hogy is mondjam, kicsit mélyebben foglalkozni, bonyolultabb, nagyobb szabású darabokat írni. Természetesen nem csak zongora műveket írt, de a műveinek a 80%-a szóló zongora mű. Visszatérve a magyar rapszódiákhoz, fiatalon írta az első 10 magyar rapszódiát, majd később élete, majdnem legvégén az utolsó, és a második felírta a 9-et, tehát 11-től 19-ig. Ezek teljesen mások stílusban, az első 10 abszolút a virtuózitásról szól. Ő azt írta élete végén, azt mondta, hogy igazából ezek semmit nem érnek, mert hogy csupán azért születtek, hogy ő lehengereljen mindenkit egy koncerten, hogy megmutassa a technikai tudását. Természetesen tudjuk, hogy azért nagyon nagy értéket képviselnek, de Liszt sajnos nem így gondolta. És ugye ez mindig egy vita tárgya, hogy most ez magyar népzene vagy műzene. Természetesen magyar népzenei elemeket is tartalmaz, hiszen ezeket a rapszódiákat magyarországi tartózkodása alatt hallotta ezeket a dallamokat, és ebből csinált tulajdonképpen zongora parafrázisokat. De tulajdonképpen ez cigányzene volt, hiszen akkor az volt az egyetlen egy szórakozási, és egyetlen egy olyan zene, amire az emberek szórakoztak és táncoltak, tehát úgymond népzene akkor még nem volt az a Bartók és Kodálynak volt a nagyszerű munkája, hogy azokat is megismertük. Tehát tulajdonképpen magyar cigányzene és műzene, műdalokból állnak a Liszt rapszódiái. Hát fogadják szeretettel a 11-es rapszódiát, kemény zsongor fog zongorázni. Thank you.
Természetesen nem véletlen, hiszen Hidas Figyesnek köszönhetjük szinte a 20. századi magyar fúvózene fejlődését, az oktatásban is sok munkája volt, hogy ez kialakuljon. Tehát az ő művét fogják hallani, ez egy nagyon érdekes 20. századi, már kortárs elemeket is tartalmazó darab, Papucsek Bencével fogom játszani, fogadják szeretettel. Thank you.
Köszönjük szépen! És befejezésként hallgassanak meg Brahms szerelmi dalkeringői közül három tételt. Brahmsról is, most ha így eszembe jutunk, ennyi magyar szerző volt, Brahmsról is egyszer azt mondta egy híres zenetudós, hogy ő még magyarabbnak tartja Brahmsot, mint Lisztet, hiszen Brahms többet tartózkodott Magyarországon. Ugye ő is Liszt rapszódiához hasonlóan írt 21 magyar táncot, ami részben nagyon hasonló Liszt rapszódiáihoz. És nagyon-nagyon szerette a magyarokat, rengeteget volt Budapesten, rengeteg magyar barátja volt. És hát ő volt igazából, még egy-két másik zeneszerzőn kívül, a másik nagy zongora virtuóz a romantika korában, csak ő annyira nem foglalkozott koncertezéssel, mint például Liszt. De neki is jelentős, a műveinek jelentős része a szóló zongora mű, illetve ő volt az egyik Schubert mellett, aki megteremtette a zongora négykezes, illetve a két zongorázásnak a műfaját a romantika korában, addig ugye ez abszolút egy... Tehát Mozartnak is vannak négykezesek, de teljesen más jellegűek, tehát itt ez a műfaj ez nagyon gyakorivá vált, és ez a szalonkoncerteknek volt az állandó műfaja a zongora négykezeshezés, tehát ez nagyobb koncerttermekben elősen fordulhatott, hogy zongora négykezest hall a közönség. Eleve szóló zongora koncert sem volt, az is ugye Liszt Ferenc alapította meg az egyik párizsi koncertjével. Tehát hallgassál meg a fejezésű Brahms szerelmi dalkeringői közül a másodikat, a tizediket és a hatodikat. Ez a ciklus egyébként 16 keringőből áll, és eredetileg a művet úgy szokták előadni, hogy úgy van megírva eredetileg a mű, hogy zongora négykezes és kórus, de ebből Brahms írt aztán később egy csak zongora négykezes változatot. Ez kemény zsongorral fogom játszani természetesen. Köszönöm, hogy eljöttek, és szeretettel várom Önöket a holnapi, illetve a vasárnapi koncertre is. A holnapi az én szólóestem lesz, csak én fogok egyedül fellépni, szóló darabok lesznek, illetve nagyon sok átirat is lesz, népszerű operákból például. Illetve a vasárnapi koncert tulajdonképpen egy hegedű est lesz, akkor a hölgyek fognak játszani, illetve még ott is lesz egy trombita, a zongora darab, Szalóki Balázs barátommal, aki ugye szintén bonyolult kötődésünk. Tehát befejezésként Brahms szerelmi dalkeringő.